Köszöntünk mindenkit a So Home Design mai géptesztén, ahol gérvágókat, illetve darabolókat fogunk összehasonlítani. Nem is igazából a márkákat, míg inkább azt, hogy 100.000 forintért miért ne vegyél darabolót, és 300.000 pedig miért igen. Az első darabolókat az eBay-ről vettük, körülbelül 250 euróért. És nagy várakozásaink voltak, és hát mindenben csalódnunk kellett. Igazából teljesen értem, hogy ez Power Plus márkájú, szerintem az összes hasonló kategóriájú gép nagyjából hasonló teljesítményű. Az első probléma az, hogy a nulla foknál gyakorlatilag ennyi mozgása van a gépnek, ami hát rohadt sok. És főleg kemény fa vágásánál simán elhúzzuk a lappal a munkaanyagot, és egy feltevágást fogunk kapni. Ugyanúgy, ahogy továbbállítjuk bármilyen szögbe, bizonyos jó szögekből megakad, de legtöbbször nem, és nincs lehetőség arra gyakorlatilag, hogy lestoppoljuk ott, ahol szeretnénk, szóval ebből a szempontból elég pontatlan. Ez a skála ez azonosíthatatlan, tehát gyakorlatilag mérésre alkalmatlan. Volt ugyan rajta lézer, de egyik reggel önmagától szétesett, és hát előtte sem volt túlságosan precíz, úgyhogy ez lézerért fizetni szerintem teljesen felesleges, mert gyakorlatilag nem tudtuk igazából használni. A másik probléma pedig a gyári lap, amit kaptunk vele, az hát kemény anyagoknál nagyon könnyen beremegett, és megint nagyon csúnya vágási felületet produkál. És akkor ilyenkor mit tesz az ember? Elmegy a boltba és kiválasztja a legjobb lapot, ami esetünkben egy Freud lap, ami hát a gép árával gyakorlatilag összemérhető áron volt, úgyhogy így már a 100.000 forintos gépből csináltunk egy majdnem 200.000 forintos gépet, de 160.000-eset minimum, és még mindig csak egy kicsit sikerült a pontosságot javítani, és a vágási felületen, úgyhogy ez a kör így már azért nem nagyon érte meg. A másik nagy probléma pedig az volt, hogy ugyan volt rajta egy ilyen élvédő, ami mozgott is, de annyira sprőd anyagból volt, hogy itt a tengernél már nagyon korán meg is repett, és egyik vágás során pedig letört és hasba vágott. Úgyhogy azóta nincs rajta, ami hát elég rossz, illetve hát ez eléggé balesetveszélyes is volt, úgyhogy ezt senkinek nem ajánlom. Viszont ami jó benne az, hogy gyakorlatilag 300x100 mm-t át tudunk vele vágni, tehát 3 darab 10 cm-t ide felsorakoztat percre át lehet vele vágni, úgyhogy ez viszont egy tagadatlan nagy előnye. Ilyen kerti munkákhoz, teraszhoz, ahol a vágási felület annyira nem számít, nyilvánvalóan teljesen alkalmas, hát precíz munkához pedig teljes mértékben alkalmatlan. A másik nagy pontatlansága pedig ugyan lehet 0 és 45 fok között változtatni a dőlésszögét és úgy vágni, viszont ez rendkívül pontatlan, úgyhogy minden vágás után gyakorlatilag újra kell állítani a függőlegest, ami egy különösen macerás meló, és csak meg kell félíteni az ember életét. Egy puha fenyőanyagot vágtunk, újjal teljes mértékben érezhető, illetve láthatók is rengeteg csík van rajta, és folyamatosan megy arrébb a vágás. Úgyhogy ha ezt most itt kimérnénk, itt tuti, hogy nem egy milliméter ezen az 5 centin, úgyhogy ebből a szempontból is teljesen azadatlan. Illetve látszott, hogy indításkor a gép annyira megrázkodott, hogy az asztal gyakorlatilag elmozdult, úgyhogy pontosság nem az erénye. Nem is önmagában a Makita érdekes ebben a tesztben, hanem az, hogy miért kell 300.000 forintot adni egy darabolóért vagy egy gérvágóért. Hát leginkább azért, mert ezen már van egy eleve egy olyan minőségű lap, egy 80 fokos 2,5 mm vastag, ami a másik gépre nyilvánvalóan külön kellett megvenni, ami az árat persze emelte, szóval ide már gyárilag egy ilyenre szerelték, ezzel szerintem nem lesz gond. Az élvédő felfogatása fém, úgyhogy ez biztosra vehetjük, hogy ez nem fog elrepedni, és a plexi se fog bennünket hasba vágni darabokba. Nagyon pontosan megakadott nullánál, itt semmiféle mozgás nincs, még úgy se, hogy nincs lezárva, de ha lezárjuk, akkor egyértelműen sehol nem fog elsétálni soha. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon precíz, bármilyen foknál, amelyiket szeretnénk beállítva tudjuk beteszelni, illetve bizonyos neves szögetnél pedig önmagától meg is akad. A
egyértelműen jobban van csak ágyazva ez a csúszó rész. Nagyobbat is vág, mint a másik, de ez a teszt szempontjából igazából irreleváns. Nagyon precíz a skála, nagyon precízen állítható, előre be van állítva, tehát nem kell nekünk kalibrálni. Ugyanúgy vissza lehet húzni nullába, és akkor tudhatjuk, hogy az nulla, tehát nem kell vele játszogatni minden ferdavágás után. Nincs ott a lézer, de szerintem ez a probléma igazából túlélhető, mivel ez egy kellően precíz gép. Jó, akkor most válok egyet. Ugyanazt az anyagot használtuk, mint az előző esetben. Tökéletes a vágási főlet. Egyenletes, apró recés vonalakat látunk, de igazából ujjal gyakorlatilag alig érezhető. És azt kell mondjam, hogy ez gyakorlatilag egy tökéletes vágási főlet. Itt semmiféle utómunkára gyakorlatilag nincs szükséges, szinte azonnal kész és festhető. A gép indulásakor is hallottuk, hogy sokkal halkabb, sokkal finomabb, nem lázkódott meg. Annak ellenére, hogy ez akár még erősebb is. Egyértelmű, hogy jobban kidolgozott, és ha egymás mellé tesszük azt, hogy ez a gép egy profilappal inkább túl van a 150 000 és közelebb a 200-hoz, míg ez egy így profin készen dobozból kijöve inkább 300, inkább mindenkinek azt javaslom, hogy spóroljon még egy hónapot és ezt tegye meg. Sajnos a mai tesztünket sem szponzorálta senki, de ha te szeretnéd, akkor keresd meg bennünket. A Facebookon itt kövessetek bennünket, a YouTube-ra pedig iratkozzatok fel, folytatjuk!